Én arra gondoltam, mitől sikeres egy szabadidős sportesemény? Ez ugye jó kérdés, és mitől nem? Fogok általánosságban is beszélni, meg apró dolgokról, de inkább apró dolgokról, mert én azt gondolom, hogy a részleteken múlik, hogy mitől sikeres egy sportesemény. Nézzük, hogy az a sikeres egy rendezvény kinek a szempontjából? A résztvevő. Hát a résztvevők általában olyanok nálunk, mint a színházi előadások. Voltatok olyan színházi előadások, ahol nem kapott a előadás vastapsot Magyarországon? Itt is általában a résztvevők boldogok, elégedettek, nem teszik túl magasra a mércét. Sokszor szerencsére, amikor hibázunk szervezők, ugye? És különben is, hogyha jó idő van és jót fut, jót biciklizik, meg van elégedve a teljesítményével, akkor tökéletes volt az esemény. Ha éppen nem úgy sikerült, akkor mindenben hibát talál adott esetben. Szervező, erről fogunk beszélni. Lakók szempontjából, ugye mindenhol szervezzük az eseményeket, és tudni kell, hogy nem mindenki örül, hogy abban a faluban, városban van ez az esemény. A lakók között vannak, akik érdekeltek, akik keresnek rajta. A kávézó tulajdonos, az étterem tulajdonos, vagy gondoljatok Nagyatádra, ahol évek óta az a hét, mert Nagyatádra nem egy napra mennek az Ironmanek, le van foglalva, és mindenkinek, akinek kiadó ágya van, ezt abszolút ki tudja adni. Ezek az emberek valószínűleg boldogok a nagyatádi Ironman hetében. De hát vannak ellenérdekeltek, akik abszolút nem örülnek, hogy ott vannak az esemény, vagy csak egyszerűen nem foglalkoznak, el se jut hozzájuk. És akkor ő szempontjából sikeresnek kell lenni, ne bosszankodjanak. Miért bosszankodhatnak? Nem tud kiállni az autójával, és nem tudja, hogy le van zárva. Oda parkol valaki a háza elé, mert nem gondolt a szervező a parkolásra. Oda pisil valaki a háza elé, mert éppen nem gondoltunk erre. Tehát sok minden lehet, amit őt idegesíti. Vagy a polgármester szempontjából, aki ugye általában mindig adja a helyet a eseményeknek, aki odajön, látja, hogy sokan vannak, jó a hangulat, ellövi a rajtot, netán még el is indul, tök boldog, bemegy hétfőn nagy elánnal, hogy végre volt egy jó esemény a településemen, aztán ott várja 5 e-mail, meg 3 öreg panaszos, és elkezdi sorolni. Tehát sok-sok mindenre kell figyelnünk a siker szempontjából, és az a jó, ha azt gondoljuk, hogy mindenkire figyeljünk oda. Gondoljatok mindenkire, mikor eseményt szervezünk. Pár kiemelt részlet. Időpont, hogy válasszuk ki az időpontot? Nagyon sok esetben nem lehet sikeres, rossz az időpont választás. Vannak kötöttségek, mert most van a falunap, most van a városnap, amihez alkalmazkodni kell, de hát azért kerüljük már az UB-t vagy a Budapest maratont, ha lehetséges, vagy a szomszéd faluba, szomszéd megye székhelyen van. Tehát ez nagyon-nagyon komoly feladat, hogy mikorra tesszük. Szeosznak is lenne feladata, hogy csináljunk végre egy igazán jó szabadidős esemény sportnaptárt, mert ez még előttünk áll, úgy kell vadászni azért, és mikor kitaláljuk, hogy na ez tök jó az időpont, akkor előbb-utóbb mindig jön egy másik esemény. Most az Balaton áttevezéssel akadtunk össze a Balaton átúszással, mi kihirdettük augusztusban, hogy mikor van, ők meg ránk hirdettek januárban, hogy ugyanazon a hétvégén, persze 2 perc alatt megegyeztünk, és máshova került. Nem voltak elég figyelmesek. A táv, ez csak nagyon röviden, hogy figyeljetek oda, hogyha valahol a táv 100 km vagy 10 km, akkor az nem kevesebb. Ne legyen kevesebb és ne legyen több. Futottam eseményt, ami 11-re hirdették, és 10,2-nél célba értem. Egy nagy hegy körül, annyit kell írni. Nem gond, hanem annyi. De az viszont gond lehet résztvevő szempontjából, hogy Jézus Mária, már itt vagyok a célba, vagy mihol a cél? Útvonal biztosítás. Ez egy elég rákfenéje azon a szabadidős sport eseményeknek, viszonylag lazán túllépünk rajta, de hát ugye vannak problémák, kerékpáros eseményen, triatlon eseményen, Lubics Szilvit képesek elütni verseny közben, ugye nagy felhajtás kapott, nem túl pozitív szövegkörnyezetben a médiában, ugye lezárt, részben lezárt, egyáltalán nem lezárt. Én azt a mondatot rendkívül utálom, és elnézést kérek a kifejezésért, tehát azt a mondatot rendkívül nem szerettem senkinek az esemény kiírásába. Megértem és elfogadom, de az egy rossz mondat, hogy a kereszt betartása kötelező. Rajtszámom van? Befizettem? Bedülök a könyöklőre? A triatlonon? A futóversenyen? Megyek, mint az őrült? És közben figyeljek arra a kresztre? Nem is mehetnék itt a kereszt alapján, ilyen feltételekkel. Tehát nagyon át kell gondolni, mert ebben benne van a sikertelenség, ebben a történetben, és Isten őriz, hogy valaki meghajjon, de az is elég összetörik a biciklid, vagy éppen Lubics Szilvi szélvédőre árokba kerül. Frissítés.
Ez is egy tök egyszerű dolog, nem fogyhat el. A frissítés minden szabadidősport esemény legkeményebb eleme. Az emberek fölkészületlenek, a felkészültek is hibázhatnak, nem frissítenek, nem eleget, neked biztosítani kell. Fred szó volt azt jelenti, hogy Fred Lebógy, aki Aradról származó zsidó ember, és alakította magyarul, nagyon jól beszélt, mondjuk azt, hogy magyar ember, bár a románok is maguknak tudják, ő alakította a New York City maratont. Mikor itt volt Budapesten 93-ban, akkor sajtótájékoztatót, sajtóbeszélgetést szerveztünk, és ő azt mondta, hogy mikor az első maratonista meghalt New Yorkban, úgy érezte, hogy köze volt a frissítéshez. És onnantól kezdve New Yorkban inkább öntsünk ki 1 millió pohár vizet a verseny végén, mint hogy egy ember egy pohárral is kevesebb is van az embereknek. Tehát nagyon fontos, hogy ez egy egészségügyi, orvosi kérdés. Nem bízhatjuk a futóinkra. Orvos. Nagyon sok olyan esemény van, kicsi is, nagy is, ahol nem megfelel az orvosi háttér. Muszáj, hogy kitaláljátok az orvosi biztosítást. Írtam egy példát, el is mondom a mi példánkat is. Downhill versenyt szerveztünk a 90-es években. Tudjátok, hegyről a völgybe. Misina tető tetejéről, Széchenyi tér, Pécs. Fantasztikus látvány volt, amikor ott 70-nel, 80-nal bepörögtek a Széchenyi térre, aztán 10 méteren megálltak, de volt egy balesetünk. 2 kilométernél fönt a hegyekben. Nagyon súlyos baleset volt, a downhill egy ilyen veszélyes sportág. De már akkor oda ment a kvad, és körülbelül 6-8 perc múlva ott volt, és le tudtuk hozni. Gondolsz erre egy terepversenyen, ha valami történik? Ha nem történik, semmi rendben van. De hogyan fogod ellátni? Hogyan vagy benne biztos, hogy minél hamarabb orvosi ellátáshoz jut? Eredménylista. Azt gondolom, a mai világban ez már úgy van az online világban, hogy azonnal szeretné látni az eredményét. Nagyon sok olyan eseményt megnézek, rendszeresen követem a magyar szabadidősport eseményeit, ahol kutatnom, keresnem kell az eredménylistát. Egyre kevesebb ilyen van, de még mindig. És utána miért nem lehet elérni 1 fél év múlva, 1 év múlva? Az eredménylista fontos az embereknek. Megnézi saját magát, összehasonlítja magát a másikkal. Tegyük elérhetővé, mert úgy is készen van, és úgy is megvan. Információ. A világban kétféle elvet tapasztaltam én. Jártam 50-60 különböző versenyen a világban. Egyik az én hoztam ezt össze, egyik a londoni, New York, Berlin. A legutolsó szögig mindent leírnak. A legutolsó print London maraton műsorfét az ilyen vastag volt körülbelül. Minden benne volt. Mégis, hogy kell a jobb lábamot a bal lábam után tenni. A másik verszió a Prága, amik úgy valamit irogatnak, és azt gondolják, hogy úgy is teszik a dolgokat a versenyzők, meg elindulsz, és követed a többieket, és akkor semmi probléma nem lesz. Nevezés, rajtszámátvétel, pisi, öltöző, stb. Valahol a kettő között van az igazság, azt gondolom, de mindenkinek el kell dönteni, hogy az ő versenyének a komplikáltságától, az egyébtől nézve mennyi információt kell adni. Valószínűleg jobb, ha többet adsz az embereknek. Ha van valami változás, az nem baj, csak közöld időbe. És hát ami az információnál a legfontosabb, hogy készülj azokra, akik semmit sem olvasnak el. Gondolom, ezt mindenki most bólogat. Bólogasson, aki szerint van ilyen induló, aki nem olvas el semmit. Így van. Berlin maratonon mentünk a rajthoz Muladi Gyuri barátommal, aki ugye a Spuri főszerkesztője volt, és a BSI filmeket készíti sok-sok több évtizede, és megyünk a rajthoz, és mondom, Gyuri, kérdezek tőle, hogy ezt olvastad? Nem. Ezt olvastad? Nem. Ezt olvastad? Nem. Mit olvastál? Semmit. Jó utat. Lefutotta, célba ért. De hát készüljetek ezekre. Ráadásul ezek reklamálnak utána nagyon, hogy hát miért nem? Hát múltkor is volt a másik versenyen. Aha, de ez a verseny. Ettől sok idegességet meg lehet spórolni, hogyha az információ, erre fölkészültök sok-sok mindenre. Kell egy csapat. Ezt nem lehet megúszni. Fizetett családok, barátok, ismerősök, önkéntesek, középiskolások, 40 óra. A fene tudja, nagyon át kell gondolni, hova itt teszel. Indultam egy eseményen nemrégen. Csak jókat hallottam róla. Teljesen rendben is volt. Kis esemény, Covid miatt még kisebb, és azt mondja a szervezőtársunk, hogy volt egy kis útvonal probléma, hogy a motoros az lemondta
előző nap este a felvezető motoros, aki évek óta csinálja, hogy esik az eső, havas eső, stb., mégse veszi elő a motorját. A biciklis, aki ott volt a mellette, felvezető biciklis, ő reggel telefonált, hogy hát beteg és mégse jön el. Volt egy kis gigszer. Ilyenkor hatszorosan oda kell figyelni, hogy ne legyen gigszer, és hogy azon múlik, hogy ezek az, találsz-e a csapatban olyan embert, akikor baj van, pánik van, eset van, esemény van, hirtelen valami történik, akit rá tudod bízni. Mert ebből nagyon nagy problémák lehetnek. Hál' Istennek ezen a versenyen nem nagyon reklamáltak az emberek, hogy többet futottunk egy kicsivel, de azért ez ugye nem a siker, ez vezet ez a dolog. Költségvetés. Igen. Pénzügyi tervezés és költségvetés, mint az esemény szervezés alfája, omegája, márpedig, ha ez nincs rendben, akkor az esemény nem lehet sikeres. Azt is mondhatjuk, hogy ha pénzügyileg nem sikeres az esemény, legalább null szaldót nem hozott ki, akkor azért vakarod a fejed. Tök jó, itt volt mindenki, van, aki boldogan ment haza, csak éppen hiányzik a büdzséből 5-10-20-30%. Tehát ez nagyon fontos, hogy amikor egy eseményt elkezdesz, akkor ezzel foglalkozzál a pénzügyi tervezéssel. Sőt, azt mondom, hogy miután kitaláltad, hogy mi az az esemény, amit akarsz adni, mitől van sajátossága, mitől zseniális, amit te képzelsz magadnak, hogy meg tudod hívni Magyarország szabadidősport társadalmát, mert körbe kell futni ezt a folyót, ezt a patakot, ezt a tavat, ezt a hegyre föl kell futni, völgybe lefutni, stb. Akkor nagyon fontos, hogy a pénzügyi része részben legyen. Eljönnek, de legyen rendben. Azt gondolom, hogy kezd a kiadásokkal. Én három részre hoztam mindig a költségeimet, vannak az állandó költségek. Tök mindegy, mennyien jönnek el, akkor is annyiba kerül a célkapu, a Péter Attila, a speaker, az időmérés, stb. Ezt be tudod lőni, nincs mese, be is kell lőni, kőkeményen. Van a változó költségem, attól függ, hogy mennyien jönnek el az eseményre. Ezt is ki kell számolni egységekre. 100-an leszünk, 500-an leszünk, 1000-en leszünk, akkor az hogy kerül? Mibe kerül? És nálam a harmadik kategória a vágyak és az álmok. Tehát nem azzal kell kezdeni, hogy megcsinálom életem első versenyét, vagy megcsinálom a második versenyt, és én adom Magyarország legszebb érmét, ami 10 centi széles és 5 centi széles szalaggal van, és mindenki jönni fog ezért. Aha, biztos, de mibe kerül? Azt tudsz, hogy? Tehát ez a vágy és az álom kategóriát írtam egy pár példát, hogy ez mire gondolok ebben, hogy ne ez vezéreljen. Persze, hogy ez vezérel, mert jót akarsz csinálni, egy tökéletes versenyt akarsz csinálni, te akarod a legjobbat csinálni. Posztobányi Zoliék, amikor azt mondták, hogy kerüld meg a kígyó farkát, kitaláltak egy elképesztő eseményt, vagy amikor az öcsi, Márkus öcsi kitalálta a Black Hole-t, meg a Szekszárdon fussunk fel a legkeményebb versenyen, induljunk Szekszárdon, akkor ők álmodtak egy nagyot. De az álom költségvetés nélkül vagy sikeres lesz, vagy nem. Úgyhogy amikor ez végig gondolta, végig számoltad kőkeményen, és hogyha azt se tudod, bocsánat, hogy mi az áfás számla, akkor keress a csapatba, a családba egy segítőt, akit már egyszer már látott költségvetést és számokhoz ott van, mert nem minden sportszervezőnek a számszaki része az erőssége természetesen, de akkor ezt kérje segítséget, és számolj. Picit többet, mint gondolod. Bevétel. Legfontosabb bevétel, hogy a nevezési díj alapvetően. Mennyi legyen? Hát ez jó kérdés, mindenki eldönti. Ma már ugye a netre föl lehet menni, és meg lehet nézni, hogy nagyjából milyen díjak vannak. Ha egy félmaraton átlagos nevezési díja Magyarországon 6-7 ezer forint manapság, vagy ki lehet, hogy már kicsit több is, akkor biztos hibázol, hogyha 2000-ért adod. Ha 12-ért, akkor megint lehet, hogy hibázol. Tehát menj föl, nézd meg, szerezd tapasztalatokat. Létszám. Hát ugye ez persze, hát fognak jönni hozzánk 1000-en, 2000-en, hát jó versenyt csinálok, életem álma, hogy körbefussuk ezt a tavat, fölfussunk erre a hegyre, úgy is jönnek, hát hogy ne jönnének. Gondold át, hogy amit te szervezel annak a célcsoportnak, úszóknak, bringásoknak, terefutóknak, aszfaltfutóknak, mi a jellemzője? Tudjátok, hogy mekkora Magyarország legnagyobb, egy átlagos félmaraton Magyarországon? Vagy egy 10 kilométer? Persze lehet azt mondani, hogy a Vizeren vannak 10 000-en, meg a Vivicsitán vannak 8 000-en, de a Péter Attila 10. farsangi félmaratonján van 500,
körülbelül 500 félmaratonista, és az Magyarország 15. legnagyobb félmaratonja. Vagy a 14. vagy a 16. És van még mögötte több mint 200, ahol ha van 100-120-200 félmaratonista, akkor az már egy jó szám. Ne álmodozz, tervezd alá a létszámot. Ne gondold azt, hogy hú, kapásból befizett 1000 ember 8000 forintot. Szponzor, ez külön, abszolút külön előadás lenne bármikor, ebből ugye a BSI egészen kimagaslóan jól áll. Nem egy könnyű feladat szponzorokat találni, Covid alatt még inkább nem könnyű feladat. Itt egyet tudok mondani csak röviden, légy kitartó, keresd meg mindenkit, keresd meg a sarki zöldségest, keresd meg a Tesco-t, keresd meg bármilyen vállalatot, aki ott van a környéken, aki ott munkáltató, és beszélj vele, bármilyen kicsit ad, fogadd el, ki tudja, hogy következő évben ez hogyan lesz. Ez egy nagyon nehéz feladat, de nagymértékben segíti a költségvetést. És nyitott kapukat döngettek, ma már azért Magyarországon használod, hogy támogass egy eseményt, ezt már minden cégvezető tudja, hogy miről szól nagyjából. Maximum eddig még nem támogatott. Lehet, hogy te leszel a szerencsés, de erre a pénzre úgy nagyon számítani, hogy na, majd úgy is fizet a cég 1 milliót, és akkor én adom a 10 centis érmet, ez azért akkor kell, amikor aláírta. Nem az ígéretre, mikor aláírta. Pályázat, szerencsére egyre több pályázat van, ahol el lehet indulni. Ebben azért első a polgármester, mert ha meggyőzitek a polgármestert és a testületet, ők azért tudnak erre valamennyi pénzt csoportosítani, főleg, hogyha bebizonyítod, hogy hétfő reggel senki nem megy oda hozzá, senki nem reklamál. Várható bevételt össze kell adni, és csinálni kell egy egyenleget, hogy akkor most ez hogyan is állunk ebben a dologban. Nagyon fontos, hogy a bevételt számold szerényen. Ne álmodozz. Az a biztos. A köcsám kiszámolt költséget szoroz meg minimum 1,2-vel. Sőt, most azt mondom, az a tapasztalatunk az elmúlt néhány hónapban, itt Covid után ez az általános költségnövekedés, ami jelenleg van Magyarországon, én azt gondolom, nem gondolom, látom, hogy totálisan begyűrűzött a szabadidős sportban, a rendezvény esemény szervezésben. Tehát nem elég az, hogy sokkal kevesebb résztvevő jön, fele harmada, és csökken a nevezési bevétel, hanem ettől függetlenül minden egyes szolgáltató drágábban dolgozik. Ha szerencséd van, akkor csak 5-10%-kal, ha nem, akkor képes 40-50%-os emelési számlát is az orrod alá tenni, aztán majd elkezdtek alkudozni egymással, hogy hogyan jöhet ez ki. Körülbelül olyan ez, azt gondolom, mint az építkezés, vagy a lakásfelújítás. Optimistán leülsz, hát akkor ezt, drágám, 3 hónapot megcsináljuk, kiszámoltam 1,6 millió forint. Na fogadjunk, hogy 6 hónap lesz belőle is 2,5 millió forint. De ugyanez van a beruházásoknál is, és mindenhol. Tehát pont ugyanúgy tekints a versenyedre, hogy amit kiszámolsz előtte, az biztos, hogy változni fog. Ne közd előre azt, ami nincs. Folyamatosan előzöd a terveket. Tud, hogy most bejön 100-200 ezer forint plusz költség. Azt tud beépíteni. És akkor a legvégén ugye egy nagyon fontos kérdés, hogy veszteség. Mit csinálsz, ha veszteséges vagy? Hát persze, hogy mindenki úgy indul neki, hogy az én házasságom, az én lakásfelújításom, az én versenyem az tökéletes. Hát ott nem lehet probléma. Aztán mégis vannak válások, mégis vannak csúszások a lakásfelújításban, és le vannak veszteséges versenyek. Nagyon sok, jó néhány rendezvényt kiszolgáló szolgáltató keresett meg, panaszkodott, hogy ez nem fizet, az nem fizet, ezt nem fizetik ki, ezt a számlát a különböző versenyszervezők. Előre kell kalkulálni. Ha mégse jön be az a bevétel, ha mégis bejön egy váratlan kiadás, akkor mit fogok csinálni? Hazamegyek és mondom az asszonynak, hogy drágám, kell 200 ezer forint, mert ki kell fizetnem az időmérőket? Vagy a klubban azt mondjuk, hogy gyerekek, nincs a következő időszakban nevezési díjtámogatás, mert nem jött be. Ki kell találni. Nagyon fontos, hogy erre is számolj. Soha nem a negatívra gondolunk, de azt gondolom, hogy egy versenyszervezőnek mindig a negatívra kell gondolni. Bejön egy autó, mit csinálunk vele? Rosszul lesz valaki, mit csinálunk vele? Elfogy a frissítő, mit csinálunk vele? Van elég parkolóhely, megtelik a parkolóhely, és jönnek százan, hogy lekésik a rajtot, mert csak 2 kilométerrel tudtak eljönni, és ugyanebben a körben van a költségvetés is.
Ha ezeket úgy nagyjából mind átgondolod, akkor azt gondolom, hogy sikeres lehetsz. Még egy nagyon fontos van, azt hiszem, egy diát kihagytam itt az elején, az időtényező. Az időtényező. Fölkeresett egy nagyon kedves futón, kávéztunk múlt héten csütörtökön, hogy segítenék-e neki, mert szervezne életében először egy futóversenyt. Persze, természetesen, bármikor bárkinek. És mondja, hogy nagyjából már tudta olyan 80%-ban, hogy mi is az a termék, amit ő szeretne adni a futóknak, mitől lesz a sikeres, az álmait ott elmondta, és mondom, mikor lesz áprilisban. Hát mondom, tök jó, van még 17 hónapunk, vagy 15 hónapunk, teljesen jó, és mondja, hogy nem, idén áprilisban. Elnézést kérek, kapásból ismerjük egymást, mondtam neki kapásból, hogy hát te nem vagy normális. 3 hónap alatt. Hát a kommunikációra kevés. Hát, de ő megcsinálja. Mondtam, hogy sok sikert, azért ne csodálkozz, hogyha esetleg nem lesz minden tökéletes az első alkalommal. Úgyhogy az időtényezőre nagyon-nagyon figyeljetek, időbe kezdjetek el tervezni, időbe kezdjetek el lépni, időbe lefoglalni a kapacitásokat, mert enélkül ez megint a sikernek egy alapfeltétele. Azt gondolom, hogy ez nem ördöngőség, bizonyítjátok ti is, és még az összes többi szabadidősport esemény meg lehet csinálni. Biztos, hogy sikerülni is fog mindenkinek, úgyhogy én ehhez kívánok mindenkinek, mindenkinek sok-sok sikert.